Tisztelettel üdvözlök mindenkit a társulat ezévi utolsó előadásán megjelent hallgatóságot. Évek óta hagyomány, hogy ezt az előadást Kálnoki Gyöngyösi Márton, a Magyar Tudományos Akadémia doktora tartja az utolsó előadásunkat, úgyhogy ezúttal is megkérem, hogy tartsa meg előadását, amely az újabb adatok a középkori magyar aranyforint délnyugati és déli irányú forgalmához címet viseli. Kérem. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, valóban ez egy, nem tudom, hogy nemesnek tekinthető, de valóban hagyomány, hogy talán már két évtizede én vagyok itt az év zárása. És ebben az évben is szeretném ezt a hagyományt folytatni. És talán egy kicsit abban is hagyománytisztelő lesz ez az előadás, hogy ahogy pár évvel ezelőtt Erasmus ösztöndíja során folytatott kutatásokról tudtam beszámolni, most is erre fogok törekedni. Kicsit egy kalandos év volt ez, meg ami megelőzte természetesen az is, hiszen itt két olyan Erasmus Plus ösztöndíjam volt, amit még a Covid előtt pályáztam. Az egyik az 2020 áprilisára vonatkozott, a másik pedig 2021 május elejére. Hát ugye nem kell mondani, hogy a pandémia az természetesen elsöpörte ezt a két pályázatot, és hát hosszas küzdelmeket kellett folytatni annak érdekében, hogy ezek a pályázatok úgynevezett halasztott státuszba kerüljenek, és aztán kedvezőbb időben egyszer majd megvalósíthassam őket. Nem tudtam, hogy mikor fog erre sor kerülni természetesen, de ilyen fél évente folytattuk a levelezést az egyetemnek az illetékes irodájával, és mindig megerősítettem a szándékomat, hogyha életben leszek, akkor természetesen szeretném megvalósítani. És aztán így adódott, hogy idén tavasszal, nagyon vártam már, tűkön ültem, hogy most mi lesz, mi fog történni. Idén tavasszal, talán április elején kaptam egy e-mailt, hogy leszek szíves a halasztott pályázataimat az első fél évben megvalósítani, amitől természetesen nekem az összes egyre fogyatkozó hajamszála égnek át, hiszen április volt, és a fél év vége az ugye június-július eleje. És hát mivel két déli desztinációt céloztam meg, hát rettegtem, hogy milyen időjárási viszonyok közepette fogok én ott úgymond dolgozni, mert előzetesen sokakat megkérdeztem, akik jártak itt és dolgoztak, hogy mely évszakot, hónapot ajánlják a munkavégzésre. Na, nekem sikerült a lehető legrosszabbakat végül így megnyernem. Ugye május végén, június elején voltam Madridban, és június második felében Splitben. Ugye nem kell mondani, hogy mindkét helyen elképesztő meleg volt a mi hőérzetünkhöz képest. Ugye csak egy adalék, hogy Madrid még viszonylag tűrhető volt reggel, mert amikor mentem dolgozni, akkor 18 fokban ügettem a külvárosból a belváros felé. Amikor befejeztem délután a munkát, akkor 34 fokban folytattam a hazautat. Egészen kedves volt. Hát a Splitet meg hagyjuk is, tehát ott elképesztő párával társult a meleg. De ennek ellenére rengeteg érdekes dologgal találkoztam, és nagyon sok szép dolgot láttam. Talán egy kicsit így előzetesen hagy beszéljek arról, hogy mi az, amivel én mára készültem, miről szeretnék beszámolni. Tehát két mediterrán térségnek a pénztörténetéből hoznék egy-egy kis tortaszeletet. Az egyik az Ibériai félsziget, a másik pedig Dalmácia. Természetesen egy kicsit szeretnék itt az aranyforint és a dukát fogalma körül kalandozni, mert ennek némiképpen lesz jelentősége. Aztán az Ibériai félszigetnek a nem túl sok olyan leletéről beszámolni, amelyben volt magyar aranyforint, itt is vannak egészen érdekes történetek. Aztán kicsit beszélnék a Madridi Nemzeti Régészeti Múzeumról, illetve annak az éremgyűjteményéről, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon példaértékű muzeális intézmény. Én magam is itt dolgoztam, nagyon segítőkész és kedves kollégák körében. Természetesen az aranyforintokkal foglalkoztam, illetve egy kicsit a következtetéseimet is szeretném megosztani, illetve valamit az ezzel kapcsolatos irodalomból. És egy kis csemegeként hoztam, hogy nem mindig csak érmekről, meg nem mindig csak fémekről legyen szó, egy kis kerámia történeti adalékot, amely természetesen fog bírni pénztörténeti jelentőséggel is. A Dalmáciában is hasonló módon dolgoztam, itt is igyekeztem számba venni azokat a leleteket, amelyek számunkra relevánsak lehetnek,
itt egy fantasztikusan jó kis múzeumban dolgozhattam, ez a Spalatói Régészeti Múzeum, egy kicsit erről is szeretnék beszélni, mert nem érdektelen ennek a múzeumnak a története, egy klasszikus Habsburg alapítású, a Habsburg uralkodó égisze alatt létrejött múzeumról van szó. Aztán röviden kitérnék a Horvát Régészeti Emlékek Múzeumára, ez is Splitben működik, ennek is elég kalandos története volt. Aztán visszatérnénk a Régészeti Múzeumhoz, és ott az aranyforintokról szeretnék beszélni, illetve a következtetéseimről, valamint egy picit az irodalomról, és végezetül itt is van egy csemege, ez a Stocker gyűjtemény, amelynek van magyar vonatkozása is. Hát akkor csapjunk talán a lecsóba. Egy kicsit ez az aranyforint dukát problémakör azért is izgalmas, nem is elsősorban történeti, hanem sokkal inkább numizmatikai szempontból, mert Madridban szembesültem azzal a gyűjtemény felosztásakor, hogy amikor én aranyforintokról érdeklődöm, akkor nem feltétlenül azt értik alatta, amit én értek, vagy itt mi Magyarországon értünk. És hogyha valaki egyébként fölüti a Ben Kluge-nak a monumentális középkori numizmatikai kompendiumát, ott is fogja látni, hogy ez a Gold-Gulden Dukát probléma, különösen ott a német pénztörténet vonatkozásai okán, hát nem mindig találkozó fogalom. Szóval alapvetően a spanyolok, amikor aranyforintról, ez a florénusznak valamilyen változata beszélnek, akkor természetesen a firenzei forintot, vagy az egyértelműen firenzei jegyeket mutató aranypénzeket értik alatta. Tehát a Lilium és a Keresztelő Szent János az egy ilyen stabil éremképi elem ebben az esetben, és amikor én elkezdtem érdeklődni, de hát hogy nekünk vannak még, ugye a későbbi időszakban egészen más éremképű aranypénzeink, és engem az is érdekel, így előzetesen, amikor leveleztünk, akkor hát mondta, ja persze, hát vannak dukátok is. És ugye ez azt jelenti, hogy nagyjából az Anjou korban, a Nagy Lajos idején akkor leengedhetjük a függönyt, és akkor onnantól kezdve minden magyar aranyforintot ők már dukátként értékelnek. Ugye ez az egyik iránya a dolognak, tehát erre mindenképpen érdemes odafigyelni. A másik, amit én a Kluge-nél tapasztaltam, és azért is bátorkodom ezt egy kicsit most itt kifejteni, hogy részben a rajnai aranyforint hatására, amikor a Gold-Gulden kifejezés felbukkan, akkor az rendszerint rosszabb minőségű aranypénzt fog jelenteni, mint a dukát. Ugye ezt a 16. században már mi is ismerjük, amikor Huszár Lajos javaslatára koraújkori magyar aranypénzek kapcsán az aranyforint helyett elkezdünk dukátról beszélni, pedig formailag ugyanolyan pénzek a Habsburg Ferdinándnak a dukátjai, mint mondjuk a II. Lajosnak az utolsó aranyforintjai, de hát itt van egy fogalmi váltás, és erre nem árt azért odafigyelni, különösen így nemzetközi összehasonlításba, illetve amikor idegen nyelvre igyekszünk fordítani a saját aranyforintunkat, mert ugye a délnémet, osztrák terminológia, Gold-Gulden, különösen ugye amikor az osztrák szerzők arról beszélnek, hogy ez egy Siegeszugot, egy ilyen diadalmenetet járt be a világba, akkor nem jut eszünkbe, hogy nem biztos, hogy a Gold-Gulden fogalom az feltétlenül más területeken is ezt a jó minőséget fogja előhívni bárkinek is a tudatából. Persze nyilván mi jogosan beszélünk aranyforintról és florénuszról, hiszen azért a középkori magyar forrásokban, a középkori magyar latinságban a florénusz az elfogadott. Tehát az, hogy nincs már flósz az előlapi éremképben, tehát nincs ott a lilium, ez nem zavarta eleinket, és ugyanúgy florénusznak nevezték a későbbi címeres aranyforintokat. És ez mindenképpen érdekes volt, ezt Splitben is éreztem, hogy ezeket a fogalmakat érdemes átgondoltan használni, mert nem biztos, hogy a másik oldalon álló, ülő, velünk kommunikáló tudós is feltétlenül ugyanazt fogja érteni alatta. Na de menjünk akkor először az Ibériai félszigetre. Én mindig Huszár Lajosnak ezt a térképét szoktam vetíteni, mert irgalmatlanul nagy munkát végzett Huszár Lajos, amikor összegyűjtötte az európai aranyforintokra vonatkozó adatokat. Viszont jól látszik, hogy bizonyos területekről nincsenek adatai, és rögtön a mai témánk szempontjából releváns Ibériai félsziget teljes egészében kimaradt, és hogyha itt a Balkánra lefelé tekintünk, akkor természetesen már Dalmácia is kimaradt, és hát amire én nagyon büszke vagyok, hogy Isztambulban találtam azt a
koraújkori arany leletet, amiben voltak azért szépen magyar aranyforintok is, ez az Isztambul Láleli éremlelet, tehát ott is van nyoma az aranyforintnak, konkrét leletadatunk is van, és hát ezért is igyekszem lehetőség szerint ezeket a fehér területeket minél jobban feltérképezni. Részben ez vezetett engem Moldvába is, hogy hát ha ott is vannak még újabb aranyforint leletek. Annál többet ismerünk egyébként, mint amit Muszár Lajos, tehát szerencsére azért ennek a témának a feltártsága ott is előre haladt. De a hispánokra visszatérve, az ibériai félszigetre, ugye gyakorlatilag üres volt, mindaddig üres volt, amíg a 80-as évek végén elő nem került katalán területen az a hihetetlenül nagy darab számú koraújkori aranylelet, egy bencés kolostornak a romjai között, az apáti háznak a padlójából, a Sampere Rodes nevezetű bencés kolostorról beszélünk, ami a katalánok számára egy ilyen nemzeti emlékhely, ez egy romos épület, tehát feloszlatták a 18. században a kolostort, és ez a, gyakorlatilag a sorsát is megpecsételte, egy gigantikus méretű középkori rom épületről van szó, elképesztő kőanyaggal és régészeti leleteken. Az ott került elő, és ebben ugye közel 500 magyar aranyforint volt, és ez vezetett engem annak idején Barcelonába, hogy ennek a leletnek a magyar részét újra feldolgozzam. Ez meg is történt, és ott a katalán kollega mondta, hogy hát tulajdonképpen miért nem próbáljuk meg Madridot, mert ő úgy tudja, hogy a madridi gyűjteményben is vannak magyar aranypénzek. Hát mondtam, hogy próbáljuk meg, én nagyon nyitott vagyok, irány a dél. Fölhívta a madridi kolléganőt, aki rögtön lediktálta, hogy milyen darabszám van, azt mondta, hogy érdemes megnézni, és jelezte, hogy egy későbbi alkalommal természetesen akár egy ilyen Erasmus Plus keretében nagyon szívesen fogadnának, és menjek. És így kerültem el Madridba. Addigra én már találtam még egy leletet a régi spanyol szakirodalomból, az 1930-as években publikálták, Cadizból, a kikötőben került elő egy mátyás aranyforint. Sokkal többet nem tudunk róla, tehát valószínűleg ez egy szorvány lehetett, de minden esetre ez elgondolkodtató, és igazán elgondolkodtatóvá annak a fényében vált, hogy amikor én Madridban elkezdtem dolgozni az aranyforintokkal, hát mit ad Isten, ismét egy madonnás aranyforint került a kezembe, aminek a lelőhelye Cádiz volt. Meglehetősen kalandos módon került elő ez a példány, szintén a tengerparton. Egy rákász az apálykor rákokat keresett a kövek között, és egyszer csak megcsillant valami a napsütésben, és mit ad Isten, ez Hunyadi Mátyásnak volt az aranyforintja. Ez a másik kadizi lelet. Ugye az lenne persze izgalmas, hogy ez a Mátyás korban jelezze bármit is, hogy ennyire délre eljutnak ezek a kései aranyforintjaink. Nyilván más spanyol gyűjteményeket is érdemes lenne, nagyobb éremgyűjteményeket megnézni, mert valószínűleg lesznek még ilyen adataink. Nem túl sok, tehát nem szeretném én túlértékelni a magyar aranyforintnak az ibériai félsziget korabeli pénzforgalmában játszott szerepét. Nyilván inkább ez a különlegességet jelzi, de mégiscsak a térképet tovább tudjuk fejleszteni, és most már jóval nagyobb területekre terjed ki a magyar aranyforintnak a forgalma. És akkor eljutunk a madridi éremtárig. Hát én nagyon sok múzeumban jártam szerencsére, de ez mindenképpen az élvonalba tartozó intézmény. Néhány éve újították föl, a Nemzeti Könyvtárnak az épületében található, pontosabban a Nemzeti Könyvtár hátsó traktusában. Persze, ha onnan nézzük, akkor akár mondhatnám azt, hogy az első traktusa, mert gyönyörű homlokzat van itt is, meg ott is. Egy gigantikus épület egyébként, és maga a története is nagyon izgalmas. Ugye eredetileg a maga az éremgyűjtemény sokkal régebbi, mint a múzeum. A múzeum az 1867-ben jött létre, második Izabella alapította. Mindenkit megkímélek attól, hogy a spanyol burbonoknak a meglehetősen viharos 19. századi történetébe, különösen a második felébe itt mélyebben belemenjünk, de itt azért egymást követték a különböző trónviszályok és csereberék a trónon. De mégiscsak volt egyfajta elkötelezettség a dinasztiában a tudományok és a művészetek iránt. Úgy tűnik, hogy bármennyire is váltogatták egymást, ez a téma fontos volt. Többek között ennek a múzeumnak a támogatása is.
Maga a királyi éremgyűjtemény az a Nemzeti Könyvtárban őrződött már korábban is. Ugye ez a gyűjtemény is elég érdekesen jött létre, és ezért izgalmas. Az anyag jelentős részének a provenienciájáról semmit sem tudunk. Ennek két oka van, az egyik az egy 18. század elejé, ugyanis a friss Bourbon uralkodó nem tett mást, mint mindazon főuraknak a műgyűjteményeit, akik a Habsburgokat támogatták, hogy mondjam szépen, úgy is mondhatnánk, hogy Einstandolta, tehát magához rendelte, mondjuk így, és a királyi palotába szállították be, és itt nagyon sok érem is bekerült. Na most ezek az érmek, ezek mind olyanok voltak, amelyek alapvetően helyben kerültek elő, és ezek a főurak lecsaptak rá. Tehát nyilván meglehetősen torz, mert nem a pénzforgalmat fogja tükrözni, nem alapvetően az értékes és kvalitásos darabokat igyekeztek ezekbe a gyűjteményekbe rendelni. Na egyszer ezt besöpörték ide. Tehát ez tulajdonképpen a Ibériai félsziget éremleleteinek egyfajta kicsit torz, de mégiscsak tükre. És a másik nagy ilyen súlyos esemény, ami miatt a provenienciával gondban vagyunk, hogy ezt a gyűjteményt évszázadokig nagyon gondosan őrizték, rendezték, nyilvántartásba vették, de jött a spanyol polgárháború, és amikor Madridot elkezdték bombázni, akkor a köztársasági kormány a múzeumoknak a kitelepítéséről döntött, és ugye nagyon sok múzeum került Franciaországba, illetve volt olyan műtárgyanyag, ami egészen Svájcig jutott, és aztán a Franco kormányzata itt évekig cirkuszolt ezekkel az országokkal, hogy lesznek szívesek visszaadni. Ugye manapság is kerülnek még elő olyan műtárgyak ezekből a múzeumokból, amik nem kerültek vissza a Franco idején, hanem innen-onnan magángyűjteményekbe jutottak, stb. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak. Na most mivel gyorsan kellett ezt az evakuálást végrehajtani, arra nem volt idő, hogy itt a doboz, cédula, leltárkönyv, hanem fogták és az egészet zsákokba öntötték az éremgyűjtemény esetében. Tehát gyakorlatilag az anyag jelentős részét meg tudták menteni, de azok az információk, amelyek számunkra tudományos szempontból izgalmasak lennének, azok gyakorlatilag elvesztek. A gyűjtemény egyébként, ha most darabszámra megyünk, akkor persze rögtön mondhatnám, hogy de a bécsi az 700 ezer, tehát végül is ez a 350 ezer, ez akkor nem is akkora. Ugye nagyon specifikus az érdeklődésük, tehát ez csak részlegesen tekinthető univerzális gyűjteménynek, ugye szembe az előbb említett bécsivel, ami tényleg az. Itt alapvetően természetesen az Ibériai félszigetre, Közép- és Dél-Amerikára, illetve valamennyire Észak-Afrikára fókuszálnak. Nagyjából ez az a terület, ami különböző korszakokban, vagy korszakokon átívelő módon érdekelte a gyűjteménynek a gondozóit. Ezen kívül eső területeknek az anyaga már meglehetősen hézagos, és különösebben nem is hozza őket lázba. Tehát, hogyha akár csak a szillóge koteteket megnézzük, amelyek megjelentek, azok is alapvetően az Ibériai félsziget, Észak-Afrika, tehát az a világ, amivel ők szembesülnek. Tehát ilyen szempontból talán kevéssé univerzális, de azért tegyük hozzá, hogy elképesztően nagy területet fed le ez a gyűjtemény. Tehát azért, ha hozzáveszünk, hogy Közép-Amerika és Dél-Amerika, nyilván ez koraújkor, újkor elsősorban már, akkor is elképesztő az, ami ott össze van halmozva. A maga nemében nyilván ez az első számú gyűjtemény. Tehát ezen témák tekintetében ez egy megkerülhetetlen és nagyon szépen rendezett gyűjtemény. Egyébként nekem nagyon pozitív élményem volt ebben a múzeumban egyrésztről az, hogy minden klimatizálva volt, tehát tényleg a folyosó, a WC, a raktár, az én nem tudom mi. Semmi sem volt frigider, tehát egy normális hőfokot tapasztalt az ember. Nem az volt, hogy rögtön, ha az ember bemegy, megfázik, vagy még rosszabb esetben tüdőgyulladást kap. Tehát nagyon jól megtalálták ezt, és nem volt ingadozás a különböző terek között. Tehát látszott, hogy úgy tervezték meg a felújítás során. A gyűjtemény az abszolút modern szekrényekben, de nagyon szép szekrényekben és nagyon praktikus szekrényekben áttekinthető módon van elhelyezve. Oda is bevittek egy külön ilyen széfszerű, vagy páncélteremszerű szobába, hogy megmutassák, hogy hogy tartják, és tényleg első osztályú volt az a tárolás. Nem nagyon őriztek meg a régi szekrényekből semmit, ez kicsit mondjuk sajnálatos. Egy-egy ilyen műtárgy szempontból értékes éremtartó szekrényke van a korábbi időszakokból, de nem ez a jellemző. Ugyanakkor, amit még el kell mondanom, hogy, és le a kalappal előttük,
Ugye a múzeumnak van egy nagy régészeti kiállítása, vagy régészetiként induló történeti kiállítása, ugye ez ismerjük, az ősembertől indulunk, és eljutunk egészen a 18. század végéig, mert gyakorlatilag a királyi manufaktúráknak a nagy termékei is még a 18. század végéből itt vannak a múzeum gyűjteményében. Tehát van itt porcelán, ötvös tárgy, bútorok, nagyon sok minden. Tehát egy ívet akartak neki adni, és szerintem ez elég jól sikerült. És ami még izgalmas ebben a kiállításban, hogy nem túlterheltek a tárgyak mindenfajta emlékezetpolitikai esszékkel, tehát azt láttam, hogy a feliratok azok gyakorlatilag alig több, mint egy tárgyleírás, és a látogatóra van bízva, hogy aztán ezt értelmezze, kontextusba elhelyezze, minden segítséget megkap hozzá, tehát van hozzá csili-vili ketyere is minden teremben, de abból is csak egy, tehát nincs az, hogy ami nálunk nagy szerelmes sokaknak, hogy egy termet telerakunk mindenfajta interaktív eszközökkel, és azt hiszük, hogy ez a múzeum. Tehát alapvetően a tárgyakról szól, nagyon átlátható tárlaokban elhelyezett tárgyakról szól a kiállítás, és viszonylag kevés, de jól olvasható felirattal. És itt viszont minden spanyolul és angolul van. Ebből ez érdekes volt, mert ugyanakkor a tudományos publikációk azok zömmel spanyolul jelennek meg, és amikor megkérdeztem, hogy de hát miért, úgy nagyon óvatosan, akkor azt mondták, hát a spanyol világnyelv. Hát persze világnyelv, csak mondjuk nem Európában, mert ha mondjuk százalékosan megnézzük, akkor a spanyolul tudók aránya az európai kontinensen azért nem annyira jelentős. Úgyhogy ez egy érdekes hozzáállás volt, de mégis a feliratokban, legalább a múzeumi tárlóknál ott volt angolul is minden. És még egy nagyon fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt van önálló pénztörténeti kiállítás. És megkérdeztem, hogy hogy lehet, hogy ezt meg tudták oldani, ugyanis bizonyos kincsleleteket betettek a régészeti kiállításba, éremleleteket, és ugyanakkor valamiért fontosnak érezték, hogy legyen egy külön pénztörténeti kiállítás is, és egy grandiózus. Nagyon sok minden van kiállítva mindkét helyen numizmatikai szempontból, de valahogy addig súlyoztak. Én kérdeztem a kolléganőt, aki egyik kurátora volt ennek, és mondta, hogy nem volt könnyű, de mindenképpen fontosnak érezték, hogy legyen egy pénztörténet, ami persze természetesen a latin vagy a spanyol pénztörténetnek a főbb vonulatait mutatja meg. Nyilván minden a rómaiakkal, meg a keltákkal, meg az őshonos egyéb népeknek a pénzeivel kezdődik. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon jó kis példa, és ez nagyon tetszett. És akkor nézzük az aranyforintokat. Nem volt túl sok aranyforint, de rögtön látszik, hogy van egy elképesztő kiugrás, ez a B1-es ugye, típus. Én most elnézést kérek, hogy Paul Arthurnak az általam megszokott rendszerét használom, nem akartam bonyolítani a dolgot, és az általa adott keltezéseket írtam ide föl, majd a következőben más keltezéseket is meg fogok adni. Szóval, hogy ez a Nagy Lajosnak az első aranyforintjából van nagyon sok. Ez rögtön feltűnő volt, és aztán gyakorlatilag egy-egy bukkan föl különböző uralkodóktól, a Mátyásnál van egyébként kettő. És akkor kicsit nézzük meg a típusokat, mert talán az is érdekes, hogy milyen típusok jelennek itt meg. Ugye a deal az volt közöttünk, hogy hát ők nem annyira szeretnének a közép-európai arany és rejtelmeivel foglalkozni, de ha már ott vagyok, akkor nincs-e kedvem ezeket a meghatározásokat pontosítani, újabb szakirodalom, stb. És hát persze én nagy-nagy örömmel mondtam igent, és estem neki a munkának. És ugye mindent újra le tudtam mérni, meg le is fényképezhettem, és hát ennek alapján ugye elkezdtem összeállítani az anyagot. Itt most darabszámokat nem adok, csak az előforduló típusokat szeretném megmutatni. Ugye ebből a táblázatból is talán elég jól látszik az a jellemző, hogy olyan igazán unikális típus nem bukkan föl, vagy én legalábbis egyiket sem tartom annak. Ezek tulajdonképpen abszolút kurrens, a korabeli magyar pénzforgalomból is viszonylag nagyobb darabszámban ismert típusok, tehát semmi különlegesség nincs benne. Ami magyarázatra fog szorulni, az a B1-es típusnak ez a kiugró darabszáma, erre mindjárt sort is fogok keríteni. Tulajdonképpen az látszik, hogy egészen eljutunk második Lajosig, ugye Turzó Eleknek egy 1521-es évet viselő körmöcbányai veretéről van szó.
Ugye a második Lajos az azért is izgalmas egyébként, persze nyilván ebből én nem akarok itt most pénztörténeti vonatkozást kreálni, de ugye ő az aranygyapjas rendnek is a tagja lett. Nem ment el arra a nagy összejövetelre, ami Barcelonában volt a Székesegyházban, de a Székesegyház stallumán ott van a címere felfestve a rend lovagjai, lovagi címerei között. Ez egy nagyon szép cseh-magyar címer, vágások és cseh-oroszlán négyelt címerpajzs, tehát ugye ő is tagja volt, ami hát nyilván jelzi a külpolitikai irányváltást. Ha jól emlékszem, ugye a második Ulászló nem volt tag, viszont Hunyadi Mátyás szintén tag volt az aranygyapjas rendben. Tehát ez talán izgalmas lehet, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból semmi unikális nincsen, viszont azért azt jelzi, hogy a különböző időszakokban a magyar aranyforint felfelbukkanhatott az ibériai félszigetnek is a pénzforgalmában. Ugye ezzel kapcsolatban volt román kollégánknak egy fontos cikke a numizmatikai közlönyben, amikor írott források segítségével igyekezett a magyar aranyforintnak a forgalmát ezen délnyugat-mediterrán térségben is bizonyítani, legalábbis számomra meggyőzően. Itt a veretek között, ugye nincs most itt a Sós Feri, hogy elvitatkozzunk a egyes kérdéseken, de van itt azért egy-két olyan, amiben különböző véleményen vagyunk. Ugye ilyen az egyik a Mátyásnak ez a bizonyos verete, ami hát ugye Feri is, meg én is azt bátorkodunk mondani, hogy ez a dengelegi Pongrácz családhoz kapcsolódik, de újabban az is fölmerült, hogy esetleg Szapolyai Imre lenne. És a másik ez az Osztopáni Zöld István nagybányai működéséhez kapcsolható veret. Ugye itt a verdejegy kapcsán elég sok vita zajlik, ebben most talán kevéssé kell belemenni. Ugye itt a keltezéssel vagyok még adós. Ugye alapvetően én az előbb azt mondtam, hogy a Paul Arthur féle keltezéseket adtam meg. Itt az aranykönyvben szereplő keltezésekkel színesíteném a képet, illetve az Anjou pénzek esetében a Tóth Csabának a keltezési megállapításait is idehoztam, és a végén hát talán kicsit szerénytelenül a saját álláspontomat is fölírtam. Ez részben egyébként a Paul Arthur által képviselt, illetve Huszár Lajos által képviselt kronológiához csatlakozik, azt egy kicsit tágítja, illetve finomítja. Ennek talán annyiban van jelentősége, hogy akkor eljutunk oda, hogy miért van ilyen sok B1-es aranyforint ebben a gyűjteményben. Ugye mondtam azt, hogy ezek tudhatóan olyan földesúri, főúri gyűjteményekből származnak, és jó eséllyel ezek helyi leletekből. Ugye ez azt mutatja, hogy itt van egy egyértelmű csúcspont, ez az 1340-es, 1350-es évek. Ugye Engel Pálnak a nagy pénztörténeti cikkéből tudjuk, ő karikírozta ezt ki kellőképpen, hogy az arany-ezüst értékviszonynak az új szintre beállítását azt a magyar kincstár hajtotta végre, szándékán kívül ugye azzal, hogy az anyakirályné a nápolyi akció kapcsán elég nagy mennyiségű aranyforintot vitt magával. Ezt is igyekszem politikailag korrekt módon mondani az olaszok meggyőzése érdekében. Ez azt jelenti, hogy ellenérték nélkül kitoltak egy hihetetlen mennyiségű összeget a piacra, nyugodtan mondhatjuk a világpiacra, tehát ez azt jelenti, hogy ez a nagyjából a 40-es évek magyar aranyforintjait lehet elképzelni, és nem véletlen, hogy aztán ez szétspriccel a teljes Mediterráneumba. Valószínűleg ennek lehet a lecsapódása itt ebben a gyűjteményben ez a csúcs is. És akkor ugye említettem a két kadizi leletet, ezek egykorúnak tekinthetők, különböző típusokról van egyébként szó, de az jelzi, hogy azt hiszem, hogy az első lelet az talán a hadikikötő mellett került elő, a másik pedig egy nyaraló helyen. Én igyekeztem a Google Maps segítségével legalább a második leletnek a találási helyét beazonosítani. Ugye nem, tehát nem teljesen ugyanarról a helyről származnak, de azért ez legalábbis elgondolkodtató, hogyha még szorványként is, vagy mai tudásunk szerint szorványként is,
de előkerülnek Mátyás aranyforintjai itt Kadiz térségében. És természetesen a legfontosabb és legfajsúlyosabb és jelentőségében az egészen messze túlmutató az a barcelonai Katalán Művészetek Múzeumában őrzött Sampere de Rodés nevezetű lelet, amiről az elején itt már néhány szót ejtettem. Ez összességében is egy nagyon nagy, tehát a térség egyik legkiemelkedőbb jelentőségű leletéről van szó, és ami igazán különössé teszi számunkra az, hogy közel 500 magyar aranyforintot tartalmazott. Ugye itt a korai aranyforintok kapcsán ez egy nagyon fontos publikáció, ez a Sabater nevezetű hölgynek a műve, amit lehet használni. Hát vannak persze pontatlanságok, nyilván kevés ismeri a közép-európai pénztörténetet, és lehet, tudtam is egy kicsit finomítani a meghatározásai, meg újra lemérni az érméket. És hát itt két fontos, tulajdonképpen inkább ismeretterjesztő publikáció. Az egyik egy általános bemutatása a múzeumnak, ez elég friss, és még frissebb a pénztörténeti kiállításnak a vezetője, ami hát a legnagyobb fájdalmamra spanyolul készült el, és amikor kérdeztem, hogy esetleg angolul nem lesz, akkor megint eljutottunk oda, hogy de hát a spanyol világnyelv, tehát miért reklamálok én itt, hogy angolul szeretném olvasni. De nagyon szép, nagyon igényes, és tényleg a múzeum rangjához, meg a kiállításhoz is illő kiadvány. És akkor most jön az a csemege, amiben hát néhány évvel ezelőtt botlottam bele, így ilyen műkedvelő szinten folytattam némi műtárgyas tanulmányokat, és ennek kapcsán szembe jött velem ez az Albarellónak nevezett ónmázas kerámia, 15. századi ónmázas kerámia, amit nem akartam hinni a szememnek, amikor ezt megláttam rajta. Mert hogy ugye én magam itt foglalkoztam a firenzeieknek a különböző mesterjegyeivel, amelyek érméken kerülnek elő firenzei forintokon, illetve magyar aranyforintokon, és hát ugye itt van a sor, itt van a firenzei sor, és itt van a magyar aranyforintokon felbukkanó sor. Hát azt gondolom, hogy nem kell az nagy fantáziát, lássuk, hogy azért van némi hasonlóság. És két ilyen tégelyt, tulajdonképpen ezt gyógyszeres tégelynek szokták nevezni, de az is lehet, hogy valamilyen fűszert vagy port tároltak benne, ezt ebben megosztottak a kutatók, és ha már itt voltam ebben a múzeumban, amelynek nagyon remek kerámia osztálya is van, megkértem a kollégákat, hogy vigyenek már át a kerámia osztályra, és a sötétséget az agyamban segítsenek eloszlatni, hogy most akkor mit lehet ezekkel kezdeni. Egyáltalán pontosan hol is készült, azt tudtam, hogy spanyol, de hogy mégis van-e valamiféle kapcsolat Firenzével, mi a legfontosabb szakirodalom, hol tudunk utána nézni, meg egyáltalán mikorra lehet ezeket keltezni. Nagyon más időszakból származnak-e, vagy nagyjából abból az időszakból, amikor mi is ismerjük. Most a nyomozás során kiderült, hogy két ilyen példányt ismerünk, mind a kettő a Victoria and Albert Museumban van Londonban, és érdekes módon az angolok ebben előrébb járnak a spanyol kerámia kutatásában meglepő módon, ez az úgynevezett hispano-mór kerámia, ugye nem véletlenül ezek még tovább élő mór mesterek, ónmázas kerámiát készítenek, és az angolok 1435 és 1475 közé keltezik ezeket a tégelyeket. Ugyan biztosan állítják, hogy valószínűleg Valencia vagy Valencia környéke, de még inkább Manises a másik ilyen kerámia központ lehetett. És hát tudjuk azt, hogy a firenzeiek ekkor már itt megrendeléseket adnak le különböző kerámiákra. Ugye elindult az a folyamat, hogy ez a hispano-mór ónmázas kerámia Majorkán keresztül eljut Olaszországba. Ugye ebből van a mi majolika szavunk, az, hogy Majorkán keresztül érkezik, és aztán az egyik nagy kerámia központ az Faenza lesz, ugye ez meg a fajansz szavunkban él tovább. Tehát itt van egy nagyon izgalmas kulturális hatás, és nem véletlen ez a jel, nyilvánvaló, hogy valamelyik firenzei megrendelőt kell mögötte keresnünk. Ugye korábban a korábbi szakirodalom, mert sikerült mindent föltárni, azt mondta, hogy lehet, hogy ez valamilyen obskurus jele valamelyik szernek, pornak, amit tartottak benne. Én ezt mondjuk kevésbé tartom hihetőnek ennek a jelcsoportnak a fényében, meg annak a fényében, hogy a firenzeiek rendesen ott grasszálnak az ibériai félszigeten, mindenfajta érdekeltségeik vannak.
Egyébként az sem véletlen, hogy a firenzei aranypénz az elég rendesen forog ám természetesen az Ibériai félszigeten is. Tehát itt ebben a gyűjteményben elég nagy mennyiségben vannak firenzei forintok. Tehát ez az a bizonyos Albarello, ami felkeltette az érdeklődésemet. Sajnos spanyol gyűjteményben nincs ilyen jelű, tehát csak ezt a két példányt ismerjük, és ezek Londonban vannak. És akkor térjünk át Dalmáciára. Ez megint csak izgalmas, mert hogy a Huszár Lajos féle térképen így sincs lelet, aranyforint lelet jelezve. És amikor elkezdtem az Erasmus Plus-t előkészíteni, akkor több helyen próbálkoztam a dalmát vidékeken, mert nagyon érdekelt, hogy egyáltalán a gyűjteményekben ez előfordul-e, ismerik-e ezeket a magyar pénzeket. És haladtam, és eljutottam, tehát éjszakon indultam a levelezésben, és mindig kértem azt, hogy a nemleges válasz mellett is ajánljanak esetleg olyan másik múzeumot, ahol érdemes érdeklődni. És így jutottam el Spalatóba, elnézést, hogy én ezt a régi nevét használom, de nekem valahogy jobban a nyelvemre áll. Így jutottam el Spalatóba, és kezdtem el levelezni az ottani régészeti múzeumban a numizmata kolléganővel, és hát mondta, hogy hát van itt azért, nem azt mondja, hogy sok, de mindenképpen van, és hogy tulajdonképpen jó is lenne, ha valaki ezeket egy kicsit leporolná, és megnézni, és értelmezni, mert hát ebben az esetben sem ez a gyűjteménynek a fő profilja természetesen, majd erről mindjárt beszélek. Viszont azért ezüst leleteket ismerünk, és az újabb horvát irodalom, ami szerencsére annyiban horvát, hogy most már kétnyelvű publikációkat adnak ki, tehát az egyik oldalon horvátul, a másik oldalon ugyanaz olvasható angolul, ami mégiscsak egy számunkra könnyebben értelmezhető szöveget fog eredményezni. Szóval az újabb horvát irodalom részben azzal, hogy újra közölt egy több évtizede, több mint fél évszázada ismert leletet, ez 1415-ös elrejtésű pridragai leletet, ami egy több mint 1000 darabos ezüst lelet, és ebben magyar érme, ennek a túlnyomó része Nagy Lajos és néhány Mária denár, és hát az egyébként itt szokásos kibocsátók, tehát az akvileiai pátriárkák és különböző olasz, vagy inkább azt mondanám, hogy itáliai pénzkibocsátóknak a pénzei. És a magyar ezüstpénzek ebben az időszakban azért, ebből az időszakból azért elő-elő fordulnak. Én összegyűjtöttem a horvát irodalomból, hogy honnan közölnek leleteket. Ezek mind Nagy Lajos denárok egyébként, ami abszolút érthető a politika történet, hadtörténet fényében. Ami talán izgalmas, hogy majd az Árpád-korra is vissza fogunk tekinteni, hogy Árpád-korból alig-alig vannak érmeink. Tehát Könyves Kálmán idejéből bukkan föl denár, aztán harmadik Bélának a részpénzeit ismerik, és aztán megint nagy szünet van, és aztán legközelebb Nagy Lajos lesz. Ami viszont engem különösen lázba hozott, hogy ezt már ott tudtam meg Spalatóban, a kolléganő publikálta, bocsánat, elírtam a Diocletianusnak a nevét, egy óvetű kimaradt. Szóval, hogy a Diocletianus palota 90-es évek elején folytatott ásatásaiból is, az egyik törmelékrétekből is került elő Nagy Lajos ezüstdenár. Tehát ott azért ez a pénztörténeti szempontból mindenképpen ez egy jól megfogható horizontnak tekinthető, jól jelzi a magyar kapcsolatnak a fontosságát. Ugye van azért természetesen Dalmáciából viszonylag sok lelet a korszakból, tehát azért ez nem kevés. Később időszakokból kevesebb. Amiről mi beszélünk, az természetesen alapvetően most Közép-Dalmácia, ha szabad ilyen kicsit nyögvenyelős történeti fogalmat alkalmazni. És akkor itt van a múzeum. Megint a múzeumról is szeretnék pár szót szólni, mert múzeumtörténeti szempontból is egy nagyon érdekes intézményről van szó. Ugye 1820. október 2-án alapította első Ferenc. Ugye ezt a nagy közép-európai múzeum történetek valahogy mindig elfelejtik, hogy a Habsburg birodalomnak volt egy Dalmácia nevezetű tartománya. Ugye ez az egész Dalmácia úgy került képbe, hogy amikor a Velencei Köztársaság szétesett, akkor először a franciák tették rá a kezüket erre a tengerpartra, és aztán, amikor a napóleoni háborúk lezárultak,
akkor Metternich volt az, aki megkívánta ezt a térséget, és javasolta az uralkodónak, hogy ezt mindenképpen meg kell szerezni Ausztriának. Vannak ennek történeti előzményei, tehát azért itt voltak korábban is osztrák érdekeltségek, de az, hogy ebből osztrák tartomány legyen, az Metternichnek volt az ötlete, és ez meg is valósult. Na most ugye 1815 után vagyunk, hát első Ferenc természetes, hogy kíváncsi volt arra, hogy akkor mi is az, ami az ölébe hullott. 1818-ban a nem tudom hányadik feleségével, mert néhányat elfogyasztott élete során, elutazott Dalmáciába, és azért le a kalappal az osztrákok előtt, mert egész delegáció kísérte, amiben tudósok is voltak, régészek is, hogy a tartománynak az értékét úgymond föl tudják becsülni, megértsék, hogy mi az, ami az ölükbe hullott. És többek között, amikor végigjárják Dalmáciát, akkor itt a mi térségünkben két helyszín az, ami az uralkodó érdeklődését felkelti. Az egyik természetesen érthető módon a Diocletianus palota a Spalatóban, ami ugye, hát aki járt ott tudja, nem kell magyarázni, hogy tényleg egy grandiózus építmény. A másik pedig a szalónai romok. Ugye erről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy Splittől 7 kilométerre van Diocletianus egykori városa, rövid ideig talán birodalmi főváros is volt, de mindenképpen egy nagyon fontos település. Tehát ha hasonlítanom kéne, akkor azt tudnám mondani, hogy szorozzák meg Aquincumot 10-zel, nem csak az alapterületét tekintve, hanem az álló épületek méreteit tekintve is, tehát ott elképesztő romok maradtak fenn, és ez egy hihetetlenül gazdag terület. A dalmát arisztokrácia a 18. században módszeres műgyűjtésbe kezdett, most nem akarok csúnya szavakat mondani, de azért nyilván voltak rablóásatások meg egyebek, de hihetetlen műkincseket halmoztak fel. És aztán ezen műkincsek egy része kikerült az európai műtárgypiacra, tehát nagy európai múzeumban is vannak dalmáciai eredetű ókori emlékek ennek köszönhetően, de ezt látta a császár is, hogy itt a dalmát arisztokrácia kezén elképesztő műtárgymennyiség halmozódott föl. Nem csak a lapidáriumokra kell gondolni, hanem nemesfém és egyéb tárgyakra. És látta mindezt, látta Szalonát, és azt mondták neki a kíséretében lévő osztrák régészek, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkozni, és hogy tulajdonképpen itt múzeumot kéne alapítani. Ugye a Habsburg családban a 18. század második felében és a 19. század elején volt egyfajta érzékenység ezen téma iránt. Tehát ők elég műveltek voltak múzeumügyben, és előszeretettel egyes esetekben támogatták, más esetekben meg legalábbis eltűrték a különböző múzeumalapítási célkitűzéseket. Na, ebben az esetben kifejezetten támogatták, itt egy uralkodói dekrétum hozta létre 1820-ban a múzeumot, tehát ez tulajdonképpen egy osztrák alapítású múzeum, és ami igazán izgalmassá teszi, hogy a alkalmazottai többsége azok az első évszázadban zömmel olaszok vagy olasz nevű dalmátok voltak, vannak persze horvátok is, de alapvetően ez egy nagyon erősen olasz profilú intézmény volt osztrák keretek között. Például arra kell gondolni, hogy a múzeum évkönyvei egészen 1920-ig alapvetően olaszul jelentek meg, ez a bulletino. Néhány német cikk is időnként felbukkan az osztrákokra való tekintettel, és hát a múzeum könyvtára is, ahol én dolgozhattam, fantasztikus volt, mert azt láttam, hogy 1920-ig gyakorlatilag minden megvolt a Mediterráneum régészetéből, ami megjelent. Tehát egy elképesztően nagy könyvtárat fejlesztettek, hát 1920 után már csak a jugoszláv szakirodalom képviselteti magát a könyvtárban, tehát ezt a fajta nagy nyitottságot ezt elvesztették. És hát amiről még beszélni kell, nyilván az a szalonai ásatások, én itt csak ezt per tangentem szeretném említeni, de az első múzeumigazgató ez a Carlo Lanza, hát ugye a neve egyértelműen jelzi, hogy ő nem horvát volt, ő egyébként egy orvosdoktor volt, aki vonzódott az antikvitás iránt. És vele indulnak meg ezek a nagy ásatások, és aztán jön egy horvát pap is, ez a Franje Bulić, aki szintén múzeumigazgató volt, őt tekintik az aranykorának, a szalonai ásatások aranykorának, meg a múzeum aranykorának is, ugye ő nagyon sokat folytatott ásatásokat. Hozzáteszem, hogy bármennyire itt most úgy tűnik, hogy aranykor meg egyebek, azért a szalona jelentős része mindmáig nincsen feltárva. Tehát tulajdonképpen a középső részen van föltárva az antik rész, és ami nagyon fontos, ezt el szokták felejteni, hogy a horvát korai történelem szempontjából is fontos ez a város, mert a korai horvát állam
esetében is ez egy egyházi központ volt, és tulajdonképpen nagyon sok horvát emlék kapcsolódik Salona pereméhez. Kőemlékek, domborművek, feliratok, amelyek nyilván a korai horvát történelem szempontjából fontosak. De persze engem elsősorban numizmatikai gyűjtemény érdekelt, ez egy durván 70 ezres gyűjtemény. Alapvetően a fajsúly az az antikvitás természetesen, tehát a korszakban itt forgó veretek, ezek mind a dalmát területekről származnak. Itt sincs proveniencia, majd elmondom, hogy miért nincs. De van jelentős középkor és bizánci anyag. A középkor alatt elsősorban velencei anyagot kell érteni, az ami nagyon gazdag, érthető okokból, illetve természetesen van újkor is. Ugye amikor megtörtént a hatalomváltás, akkora készült el ez a mostani épület, ahol van. Ez egy gyakorlatilag olyan osztrák, ilyen késő szecessziós épület egyébként, hogy akár Bécsben is lehetne. Majd leesett az állam, amikor láttam az eredeti irodai berendezést. Ilyen nagyon szép osztrák szecessziós részveretekkel ellátott íróasztalok. Tehát tényleg, mintha az ember egy kicsit időutazást tett volna. És abszolút szisztematikusan, praktikusan megtervezett épület. 1913-ra készült el, de csak 1920 után költöztek be. Tehát már az új időszakban. A hatalomváltás egyik, hogy is mondjam, csak nem kívánt folyamánya volt, hogy a leltárkönyvek eltűntek. Az addig osztrák precizitással, de olaszok által vezetett leltárkönyvek nem állnak már rendelkezésre. A gyűjtemény úgy tűnik, hogy azért nagyobb sérülések nélkül megúszta ezt a hatalomváltást, de hát nem mindig lehet rekonstruálni az eredeti állományt. No, és ebben a gyűjteményben nagyon sok pénz van, de van egy másik múzeum, nem lehet eltekinteni sajnos ennek az ismertetésétől sem. Ez is meglehetősen kalandos, ez teljes egészében horvát alapítású, ez Kninben jött létre. Ugye itt az előbb említettem a Bulicsot, aki pap volt, ennek az alapítója is egyházi személy volt, ez a Marin nevezetű ferences barát. Itt is van numizmatikai gyűjtemény, jóval kisebb, de ezek mind leletből származnak, illetve a részben a Marin által összevásárolt, különböző találóktól összevásárolt leletekből, illetve a szisztematikus kutatásból. Ez a múzeum is elég kalandos életet tudhat maga mögött, és csak a II. Világháború után került Splitbe. Tehát Splitbe két régészeti múzeum van. Van ez a nagy osztrák alapítású tradicionális múzeum, és van ez a horvát specifikum múzeum, ahol egyébként vannak magyar pénzek is, aranypénz nincsen, de ezüstpénzek vannak, Könyves Kálmán, III. Béla és Nagy Lajos, illetve Mária, illetve néhány 15. századi veret is van Luxemburgi Zsigmondtól és II. Ulászlótól. Ugye ez is egy nagyon szép kis múzeum, ez már a tengerparthoz közel van, és nagyon jó publikációik vannak. Ugye itt volt szerencse, hogy autóval mentem, mert nagyjából egy raklapnyi könyvvel sikerült hazaérkezni. Nem tudom, hogy ezt hogy valósítottam volna meg vonaton, vagy bármilyen más eszközön. És akkor nézzük a magyar aranyforintokat. Ugyanazt látjuk, mint Madridban. Itt is van egy előteljes kiugrás a B1-es típusnál, Nagy Lajos esetében. Itt ez nem feltétlenül csak a nápolyi hadjárat, hanem az, ami az ezüst pénzekből is látszik, hogy itt a magyar kereskedelmi kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok, politikai kapcsolatok mindenképpen jelentősek. A hallgatóimat, szegényeket a halálba szoktam kínozni azzal, hogy a magyar történelemből fontos koronákat elsoroltatom velük, és hát ugye épp az egyiket, ami talán nem a legfontosabb persze, a Zárában őrzik a kincstárban, a Kotromanics Erzsébetnek a koronáját, meg ugye szoktuk emlegetni a zárai Szent Simeon szarkofágot, ugye ott a király és a feleség elég komoly adományokat tett Zárában, ugye Zára nem túl messze van azért Spalatótól, bár arra már azt mondjuk, hogy Észak-Dalmácia. Tehát itt azért jól látszik ez a kapcsolat, és ami itt most a diagramon kevéssé jön ki, hogy a Mátyás korban elég, meg a Jagelló korban elég szép számmal bukkannak elő ismét aranyforintok. Ugye itt is csináltam egy ilyen táblázatot a különböző meghatározásokból. Megint azt tudom mondani, hogy olyan igazán unikális vagy ritka típus itt sincs ebben a gyűjteményben sem. Megint csak az látszik, hogy ez nagyjából a korabeli magyar pénzforgalmat tükrözi, és ez a kereskedelmi kapcsolatokra utal. Itt is van persze egy-két olyan veret, aminek a kapcsán lehet hosszas vitákat folytatni, akár a keltezések kapcsán is. Persze egy-két évről beszélünk, tehát olyan durva eltérések nincsenek.
Tehát itt is azt látjuk, hogy az 1350-es, 60-as évek lehet egy lehetséges csúcspont. Ez nagyjából minden más adatunkkal egyébként egybeesik. Tehát az ezüstpénzek esetében is a Nagy Lajos pénzei közül a legnagyobb darabszámban az 50-es évek végén és a 60-as évek elején vert ezüstpénzek bukkannak elő. Van korábbról is, meg van későbbről is, de tulajdonképpen az egy olyan csúcspont kiemelkedés, ami mutatja ezeket a kapcsolatokat. Nekem személy szerint a 15. század második feléből származó veretek voltak érdekesek, hogy ezek is előbukkannak. Tehát úgy tűnik, hogy az Anjou-kor után